A zöld népszavazásról tartott ma sajtótájékoztatót az LMP társelnöke Nagy Kanizsán. Kendernai János elmondta, első körben öt kérdéssel próbálkozott, melyeket mind elvetett a Nemzeti Választási Bizottság. A politikus szerint a kormány túl lassan és sok esetben rosszul reagál a klímaváltozás okozta problémákra, így nagy szükség van, hogy pártszimpátiától függetlenül minél többen támogassák kezdeményezésüket. A megújított felvetések között egyebek mellett helyet kapott az egyszer használatos műanyagok forgalmazásának betiltása, valamint az, hogy 2022-től csak megújuló energiaforrásra alapuló erőműveket létesíthessenek Magyarországon. Be kell zárni olyan energiatermelő kapacitásokat, amelyek alapvetően szennyezik a levegőnket, mérgezik a vizeinket, és ezek helyett megújuló energiaforrásra van szükség. Itt ehhez hagy kösebb hozzá, hogy az atomerőművet mi nem tekintjük zöld energiaforrásnak, hiszen az nem egy természetes energiatermelő kapacitás. Az ilyen múlt századi technológia, rendkívül kockázatos. Az életcikus atomerőműnek az, az sok száz ezer év is lehet, mire lebomlik, és mire lehet arról beszélni, hogy egyáltalán a, a termelés után, miután megállt az atomerőmű működésében, biztonsággal Lebomlik és, és garantált, hogy a keretkezett hulladékanyag, fűtőanyag az a biztonsággal tárolható valahol.